Az új Skoda Fabia kombiban ülünk, ami az első olyan Skoda Fabia, ugye ez a harmadik generáció, amelyikben nem úgy ül be az ember, hogy hát végül is ahhoz képest nagyon jó kis autó, meg hát nem kell nézni a hátulját, hogy hogy néz ki. Ez egy kifejezetten arányos, kellemes, éles vonalakkal határolt szép kis autó. Belül persze, ez egy 1.4-es turbodízel, 90 lovas verzió. Van benne egy érintőképernyő, mostanában az már kell, de még azt is megoldották, hogy azon se legyen egy szín se. Hát az egész autó annyira szürke, amennyire egy Skoda csak lehet. Megtaláljuk benne a telefontartót, ami ugye Skodának a nagy csodája, mert nagyon sok autógyártó még nem volt képes eddig fölmérni, hogy az ember általában úgy száll be a kocsiba, hogy telefon is az valahova le kellene tenni. Van benne automata klíma, amit lehet mutogatni majd a szomszédnak. Jó nagy gombok, könnyű kezelhetőséget. Egyébként meg egy Volkswagen, de pont ugyanaz, mint a póló, amit most adtunk vissza. Egy faceliftes póló tesztautó volt nálunk. Nem mondanám, hogy ez a kocsi minőségileg bárhol bármivel rosszabb lenne.